2011. szeptember 29-én a demokrácia, a szociális biztonság, az állampolgári és munkavállalói jogok érdekében partra szálltunk Budapesten, a Clark Ádám téren. június 6-án a normandai partraszállásnál elsőként a légideszantos alakulatok értek földre. Mi most hasonlóak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a főerők később érkeznek. Szombatra megérkeznek a Kossuth térre a főerők is. A D-Day volt az 1944-ben, amely később elhozta a békét Európába. Megszüntetett egy diktatúrikus rendszert, mi is erre készülünk. D, mint demokrácia. Akik ma itt összegyűltek, és akik eljönnek szombaton, azoknak fontos a demokrácia. Tavasszal a rendvédelmiek kezdték meg küzdelmüket a szerzett jogaikért, a szolgálati nyugdíjukért, a juttatásaikért. Akkor még sokan nem hitték el, pedig már mondtuk akkor is, hogy ez nem csak rólunk fog szólni, hanem minden magyar állampolgárt érinteni fognak a megszorítások, azok az intézkedések, amelyek egy elhibázott gazdaságpolitikának és egy pökhendi politikai rendszernek a következményei. Mi rendvédelmiek, fegyveres és rendvédelmiek voltunk a zászlós hajó, azóta nagyon sokan becsatlakoztak hozzánk, hiszen az az akcióegység, amely a D-Day név alatt megvalósult, mára már több mint 100 szakszervezet, civil szervezet és társadalmi szervezet összefogásából jött létre. Ugyan 9 fontos követelést fogalmaztunk meg mi közösen körülbelül egy hónappal ezelőtt, azonban az elmúlt napok eseményei azt bizonyították, hogy ki kell egészítenünk ezeket a követeléseket. Azonban van egy nagyon fontos dolog, amire felhívnám mindenkinek a figyelmét. Nyilvánvaló, hogy mindenki a saját érdekeit nézi, a saját házatája körül néz körül először, amikor megszorítások érik őket. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy 2012. január 1-től életbe lép egy új alkotmány, egy új alaptörvény. Ez az alaptörvény egy kerettörvény lesz, ami mellett a sarkalatos törvényekben akárhogy és akármikor csorbítani tudják alapvető állampolgári jogainkat. És ne legyen kétségünk afelől, hogyha tudják, akkor meg is teszik. Ha hagyjuk. Olyan szélessé vált ez az összefogás, hogy manapság már nem csak a munkavállalók, hanem a diákok, nyugdíjasok is csatlakoztak az akcióegységhez. A rendszerváltás óta nem volt rá példa, hogy az egyetemi diákság
együtt tüntetett volna a szakszervezetekkel. Ez is mutatja, hogy új idők, új szelek járnak Magyarországon. Egy Churchill idézettel szeretnék elmondani, ami abszolút aktuális ide. Churchill azt mondta, az El Alamein-i csata egy kezdet vége volt, akkor a D-Day, a normandiai partraszállás a vég kezdete lesz. Ha ezt lefordítjuk a mai magyar viszonyokra, akkor az új alaptörvény elfogadása a kezdet vége volt, a mai nap pedig a vég kezdete. Nehéz őszi időszak a magyar társadalomnak, a magyar politikának és a magyar közéletnek, mint amilyen a mostani lesz. Orbán Viktor miniszterelnök úr, nehéz és forró őszt ígér. Az lesz. Azonban egy dolgot szeretnék mindenkinek elmondani. Szervezettségünkkel, fegyelmezettségünkkel és ne az öklünkkel mutassunk erőt. Kérek mindenkit arra, hogy békésen vigyük végig a D-Day akciósorozat minden napját. Nagyon fontos, másra készülnek, lepjük meg őket. Tudnánk mások is lenni, hiszen itt köztetek rengeteg képzett ember van. Fontosabb az, hogy úgy értsék meg az erőnket, hogy mi igenis fegyelmezett emberek vagyunk, nem kukákat gyújtogatunk, nem autókat borogatunk. Ha mi egyszer megindulunk, akkor nem ezt fogjuk csinálni. Szép jó napot mindenkinek! Sziasztok! Péter már nagyon sok mindent elmondott, amit én is el szerettem mondani, volna mondani itt a D-Day-jel kapcsolatban. Egyrészt, hogy ez egy partraszállás volt, Európában békét hozt el, másrészt akár nézhetnénk úgy is, hogy ez a demokrácia napja. Azonban egy kicsit talán poénosabbra venném a dolgot, épp azért, mert ma nem azért jöttünk ide, hogy az erőnket erővel fejezzük ki, hanem az itt létünkkel. A D-Day egy nagy széles, úgynevezik Lamas csatornánál került megrendezésre, illetve lebonyolításra. Hát nálunk ilyen nincs. Nálunk vannak árkok. Ha ide jön a két kedves kollégám, legfeljebb árokparti lehetne. És hogy egy szójátékot mondjak, a mai nap legyen egy árokparti árokparti. Rendvédelmisek, pedagógusok, buszsofőrök, villamosvezetők, vegyészek és mindenki, aki itt van a téren. Mutassuk meg azt, hogy megőrizzük ezt a demokráciát. Meg kell őriznünk, mert 21 év alatt felépítettük. És ez a demokrácia kényes. Őrizzük. Őrizzük azt a lángot, amely egyre inkább kihúlik. Fogjátok meg egymás kezét, és mondjátok meg mindenkinek, szombaton a Kossuth téren van a helyed. Együtt, közösen! Mutassuk meg azt, fiatalok, munkavállalók, nyugdíjasok együtt tudnak gondolkodni, és meg tudják őrizni tisztességben munkájukat, eredményüket és ezt az országot. Nem lehet összefogás nélkül másképp lenni. Legyünk ott mindannyian, és mutassuk meg, hogy méltón meg tudjuk védeni értékeinket, és azokat a szerzett jogokat, amelyek úgy tűnik veszőben vannak. Védjük meg a szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel közösen. Mutassunk együtt egy nagy fityiszt. Várunk benneteket szombaton a Kossuth téren.
Vámos Anna Mária vagyok, a Civil Control 1 millió a demokráciáért egyesülettől. Csoportunk részt vett már a Bohóc forradalom szervezésében és lebonyolításában, és civil szervezetként elsőként csatlakoztunk az akcióegységhez. Sokat hallhattuk, nem csak a kormánypárti médiákból, hogy a szakszervezetekkel szövetkezni veszélyes. Hogy Magyarországon a szakszervezetiségnek tulajdonképpen nincsenek is hagyományai. Kizárólag a vezetők jóléte a fontos. Mi nem így láttuk. Ahogy máshol sem, a szakszervezeteknél sem lehet általánosítani néhány vezető viselkedéséből. Sőt, ha csak pár igazi érdekvédőt találunk, már érdemes velük dolgozni. Természetesen itt is, mint az élet oly sok más területén, vannak megélhetési vezetők, majd olyan országban élünk, ahol az embereknek el kell gondolkodni azon, hogy kimerjenek-e állni a jogaikért, kockáztatva ezzel az egzisztenciájukat, vagy lapítsanak, hát ha megusszák. Nekik van egy rossz hírom, ők sem fogják. Az akcióegység szervezésének pár hónapja alatt olyan harcos szakszervezetisekkel ismerkedtünk meg, akik nem törődve a következményekkel, azon dolgoznak, hogy a kormány ne tehessen meg bármit az emberekkel veletek. Nem számít, hogy tagok vagytok-e vagy nem. Az egyeztető tárgyaláson, ha lennének, ugyanúgy képviselnék azokat is, akiknek nincsen szakszervezetük. Ma már biztosak vagyunk benne, jól döntöttünk. Össze kell fognia mindenkinek, hogy meg tudjuk állítani az Orbán kormány álmokfutását. Ma már ott tartunk, hogy nem mehetünk haza addig, amíg nem teljesítik az akcióegység minden egyes követelését. El kell érnünk, hogy helyreállítsák a jogállamot. Ki kell fejeznünk jelenlétünkkel, hogy a magyar nép nem tűr meg elnyomókat a feje felett. Nem hagyhatjuk, hogy dilettáns módon, eszement ötleteléssel teljesen rumba döntsék országunkat. Tudjuk, hogy az Orbán rezsim fél. Fél az ellenvéleménytől, fél tőlünk, félti a hatalmát. Korlátok közé szorította a médiát, bünteti az ellenvélemény. És ne legyenek illúzióink, valamelyik szorgos kéz már írja a gyülekezési törvénynek a módosítását is. Ki kell tartanunk hát addig, amíg el nem érjük a célunkat. És akkor most a megmozdulás forgatókönyvéről szeretnék beszélni egy kicsit. Itt a Clark Ádám téren az ülősztrájk folyamatosan tart szombat délig, amíg át nem megyünk a Kossuth térre a nagygyűlésre. De közben a szervezetünknek holnap délután 5 órakor lesz egy társadalmi kerekasztal elnevezésű rendezvénye a Nagy Imre szobornál, oda is szívesen várunk bárkit, minden érdeklődőt. A rendezvény végén vissza fogunk idejönni az ülősztrájkhoz. Ahogy a Kossuth téri tüntetés után is. Vasárnap délelőtt pedig egy rövid sétát fogunk tenni a városban, amivel érintjük a Sándor palotát és a Moszkva teret. Ez a sorozat eddig bejelentett utolsó eseménye. Megkérünk mindenkit, akinek van rá lehetőség, hogy folyamatosan dokumentáljátok az eseményeket, mert nincsenek illúzióink, a médiának a nagy része nem fog róla hitelesen tudósítani. És videókat, képeket pedig várunk a live.emd@gmail.com címre. Innen aktivistáink folyamatosan fogják feltölteni az információkat a Facebook oldalra. Valakinek jegyet kéne venni. Ki veszi a jegyet? Kinek van pénze? Nálam van pénze. Van valakinek pénz? Akkor nem. Olvassátok föl neki, mert neki dolgozni. Érdemes várni? Jó, másik oldalt? Jó, négyen. Annyi bebocsátást nem tudok kapni, jó? Sajtóra már nem tudok. Engem nem. Én nem vagyok. Akarjuk, csak én nem vagyok, ez a százaság jelleg. Nem, sajnos. Megyünk, bemegyünk. Jó, sziasztok.
petíciót a jogi főosztályvezető úr vette át, és átadja a köztársasági elnök úrnak holnapi nap folyamán. Úgyhogy ez történt. Aztán elmentek a járdán, aztán megint átmentek a gyalogátkelő helyen, és megnézitek amúgy közelről azt az épületet, mert még nem láttátok, aztán megint, szóval szerintem ez semmi nem tiltja. Szeretettel köszöntök mindenkit. Vigyóné Faragó Erzsébet vagyok, nyugalmazott, illetve hát szolgálati nyugdíjas rendőr zászlós. A közlekedés rendészeten teljesítettem szolgálatot, ha érdekel valakit, 25 évig. 18 éves múltam egy hónappal, amikor felszereltem rendőrnek, mert igazából az akartam lenni, nem más, csak rendőr. Rendőr is voltam 25 évig, most 57. éves vagyok. Mindenki nézze végig ezt a táblát. 73. Az van ráírva. Még gyerek voltam, kislány, két coft van a hajam, a fejemen. Akkor szereltem fel. Azt se tudtam, hogy mi az, hogy rendőrnek lenni. Most már tudom, megtanultam. Megtanították velem az idős kollégáim. De borzasztó. És borzasztónak tartom azt, hogy most itt kell állnom. 57. évesen. Borzasztónak tartom, hogy el akarják venni a nyugdíjamat. Borzasztónak tartom azt, hogy tőletek is, nem csak tőlem, tőletek, mindenkitől, aki szolgálati nyugdíjban vagy korkedvezményes nyugdíjban van. És borzalmasnak tartom azt, ami velük fog történni, hogy Orbán Viktor arra hivatkozik, hogy azért veszi el az én nyugdíjamat, illetve abból valamennyit, mert nekik akarja odaadni. Nem igaz! Volt az állami kasszába bőven pénz, amiből a fiatal rendőröket tudta volna is tápolni. Ahhoz nem kell az én nyugdíjamból elvenni. Ahhoz nem kell az én családomat megnyomorítani. És a másik, milyen jövőt szán neki? Mit hazudozik? Mit ígérget nekik állandóan össze-vissza? Szép jövőt? Jó fizetést? Lakást? Minden? Nem lesz belőle semmi. Ebben biztos vagyok. Ugyanúgy, mint ahogy nekem nem. Küzdöttem, harcoltam, becsületesen szolgáltam ezt az országot. Ezért éltem, ezért voltam. A rendőrség voltam mindenem. Most meg micsoda? Egyszerűen ki vagyok borulva ettől az egésztől. Tönkre vagyok menve, és egész tavasz óta megkérdeznék mindenkit. Hány ember halt meg? Hány ember lett öngyilkos? Hány embernek ment tönkre a családi élete? Hány ember kapott szívinfarktust, agyvérzést, bármit, mert felette lebeg az, hogy nem tudja, mi lesz vele. Hát így vagyok én is. Remegek most is. Ideges vagyok, és az is leszek mindaddig, amíg el nem dől, hogy mi fog velem történni. De ha az én zsebemből Orbán Viktor ki fog venni 30, 40 vagy 50 ezer forintot, és a férjem is rendőr volt, ezt hozzáteszem, akkor ez családilag nálunk rettentő sokat jelent. Nem csak nálunk, mindenkinél, minden családnál. Hogyan fogtok és miből fogtok megélni? Miből fogtok eltartani a gyerekeiteket? Miből iskoláztatjátok őket? Mondjátok meg! Harcolnunk kell azért, most, öreg fejjel, hogy majd a többieknek jó legyen. Meg azért, hogy nekünk valami, mi jövőnk még legyen. Hogy megéljünk még valahogy. Borzalmasnak tartom. Ez a kormány nem kormány. Ez a miniszterelnök nem az én miniszterelnököm. Én velem ilyet egyetlen kormány, egyetlen miniszterelnök nem tett. És veszem Orbán. Mindenki. Elég volt Orbánból. Elég volt a Fidesz kormányból. Azt mondom mindenkinek. Egyszer s mindenkorra ezt a kormányt el kell söpörni úgy, ahogy van, addig, amíg élni tudunk, és megvagyunk, és fogjunk össze, mindenki. A civilek nem akarták elhinni, hogy mi vár rájuk. Hát jobb, ha elhiszik, hogy nem csak mi ránk, rendvédelmi dolgozókra, rájuk is az vár. El fogják venni a pénzüket, elveszik az egészségüket, és mindent elvesznek tőlük.
és én azt mondom, fogjunk össze, ezt a kormányt söpörjük el, és változzon meg minden. Jöjjön egy új kormány, egy szebb kormány, aki értünk van, értünk dolgozik. Szerbusztok, ennyit akartam elmondani nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tűzoltók, rendőrök, katonák, akik vagytok. Ennyi tanulás forradalomról. Köszönöm szépen! Ennyi tanulás forradalomról.